Köszöntöm nézőinket, Önök Bonyhádi naplónkat látják, Jela Jászmin Grész vagyok. Átadták a Bonyhádi mentőállomás új garázsát. A zárható, fedett parkolóra azért volt szükség, mert a völgységi állomás 2 évvel ezelőtt új mentőautót kapott, de ez nem fért be az épület eredeti garázsába. A projektet segítőkész civilek és a város önkormányzatának támogatásával valósították meg, közel 2 millió forintból. Az Országos Mentőszolgálat 8500 mentődolgozó közösségét jelenti, és ez kisközösségekből felépülő szervezet. Az egyik ilyen példamutató kisközösségünk a Bonyhádi Mentőállomás 14 bajtársa, akik éjjel-nappal az év 365 napján a rászorulók rendelkezésére állnak. Büszkék vagyunk rájuk, és örülünk nekik, hogy egy picivel megint jobb lett a munkakörülményük azzal, hogy itt egy ilyen lemezgarást adhattunk át. Ebbe a lemezgarázsba tolad be a mentőautó Bonyhádon. A Völgységi Város szervezetei, segíteni akaró civilei és a helyi önkormányzat támogatta a beruházást. A mai esemény számunkra, egy polgármester számára, ami a legfontosabb üzenete, az az összefogás, hiszen ez a mai átadási ünnepség nem valósulhatott volna meg, hogyha a városban nincsen egy olyan széleskörű összefogás, mint ami a garázsépítésnél is történt. Nem csak a Bonyhád város önkormányzata, hanem az itt élő emberek, a civil lakosság, a vállalkozások, és természetesen a Bonyhádi Mentőszolgálat csapata, akik nagyon sok munkát, energiát nem kivélve, és természetesen anyagi áldozatokat sem, összefogásával valósulhatott meg ezeknek a garázsoknak a megépítése. Azok az autók, amelyek most itt rendelkezésre állnak, nem fértek el a meglévő garázsban, ezekkel lehet úgyban gondolkodni. Hogy mennyire lesz ez végső megoldás, azt nem tudom, de jelenleg arra jó, hogy ezek a gépjárművek itt maradtak, a Bonyhádi Mentőszolgálat használja továbbra is, annak érdekében, hogy a lakosságot a lehető legmagasabb színvonalon el tudják látni. A mentősökre a járványhelyzet idején még több feladat és nagyobb felelősség hárul, így amivel tudják, az Országos Mentőszolgálat vezetői is igyekeznek bajtársaikat segíteni. Csató Gábor, az Országos Mentőszolgálat főigazgatója elmondta, tárgyalások folynak a további bonyhádi fejlesztésekről. Az elmúlt 2 évben komoly fejlesztések történtek nem csak a Bonyhádi mentőállomáson, hanem az Országos Mentőszolgálat számos pontján. Ennek egy részállomás ez a garázs átadás, de tovább gondolkozunk abban, hogy akár egy új Bonyhádi mentőállomás is épüljön a közeljövőben, hiszen még méltóbb körülmények között lehetnek akkor a bajtársaim. Mintegy 100 000 fertőzött gyanús vagy igazoltan fertőzött betegnek nyújtottunk eddig segítséget, és több mint 800 000 mintavételt végeztünk országosan. Ez óriási szám, ez 3 millió kilométert tettünk meg, ami szintén önmagában már sokat mondó, de azt is tudni kell, hogy emellett végezzük a normál napi mentésünket is, ami most egyelőre ugyanolyan mértékű, mint ami volt. A tavalyi lezárások idején valamivel csökkent az esetszámunk, de most, hogy az élet visszatért valamelyest a normál kerékvágásába, ugyanannyi esetet látunk el a Covidon felül is. Ez egy óriási terhelés a bajtársaimnak. Hál' Istennek az átoltottságunk most már elég komoly méretű, így a megbetegedett mentő dolgozók száma nagyon-nagyon alacsony. Így el tudjuk látni azt a munkát, ami ránk hárul. Külön meg szeretném köszönni a Tolna megyei és a Bonyhádi bajtársaimnak azt az áldozatos munkát, amit az elmúlt 1 évben is végeztek, és nagyon büszke vagyok rájuk, és kérem, hogy még tartsanak egy kicsit, hiszen a harmadik hullám az pont itt van a nyakunkban, de hamarosan bízunk benne, hogy vége lesz ennek. Vigyázzon mindenki magára, aki teheti, és lehetősége van rá, az vegye fel az oltást, hiszen így tudunk csak együtt győzni, és együtt sikerülni fog. Potápi Árpád János, nemzetpolitikáért felelős államtitkár, Tolna megye 2. számú választókerületének országgyűlési képviselője is jelen volt az eseményen. Elárulta, személyes tapasztalata van a helyi mentőállomás hatékonyságával kapcsolatban. 9,5 évvel ezelőtt én magam is egy súlyos infarktuson estem át, és az itt dolgozóknak volt köszönhető az, hogy azonnal gyors segítségben tudtak részesíteni, és utána pedig a pécsi központba tudtak eljuttatni. Nem győzöm azóta is kihangsúlyozni azt, hogyha ők nem lettek volna, akkor talán ma én sem állhatnék önök előtt, úgyhogy én még egyszer szeretném ezt megköszönni. Közel 1 évvel ezelőtt érte el a térségünket, Magyarországot, és
a Covid-járvány. Azóta az életünk jelentősen megnehezült, de én azt gondolom, hogy a biztonságunkhoz, az egészségügyi ellátás biztonságához szorosan hozzátartozik az Országos Mentőszolgálatnak a munkája. Szeretnék köszönetet mondani nekik, és minden munkatársnak, aki az Országos Mentőszolgálatnál dolgozik, köztük azoknak is, elsősorban természetesen, akik itt Bonyhádon, illetve Bonyhád környékén 19 település mindennapjait könnyítik meg, illetve ezt a szolgálatot látják el itt a térségünkben. Egy újabb beruházást tudtunk avatni az önkormányzat, illetve szponzorok segítségével, egy új mentőparkolót, garázst tudtunk kialakítani. Én ennek örülök, és örülök annak is, hogy tényleg a magánemberek, a szponzorok mindig is segítették ezt a munkát. Az első mentőkocsi Budapesten 134 évvel ezelőtt indult el. Az egy lófogató kocsi volt, amivel a betegeket akkor kiszolgálták. Én azt gondolom, hogy most már sokkal korszerűbb technikák, technológia áll rendelkezésünkre, és remélem azt, hogy ez a fejlesztés is hozzájárul ahhoz, hogy minél gyorsabban és szakszerűbben tudják főleg a súlyos betegeket, az akut betegeket kiszolgálni. Itt Bonyhádon számunkra az jelenti elsősorban az igazi problémát, hogy ez a mentőállomás elégében van a város szívében, és a bonyhádi utak meglehetősen szűkek, nehéz a kiállás, illetve az elindulás. Reméljük azt, hogy majd a következő években egy új telken, egy új mentőállomás építése meg tud valósulni, mert úgy gyorsabbá válik a betegeknek az elérése. A bonyhádi mentősök 19 településen látnak el szolgálatot. Újabb szépkorút köszöntöttek Bonyhádon. Pécsi József kerekévfordulót ült, 100 éve született. Az idős úr korából adódóan számos nehézségen ment át, hiszen megélt háborút, hadifogságot és kitelepítést. Ennek ellenére korához képest kiváló egészségi állapotnak örvend. Ebben a bonyhádi házban lakik Pécsi József a családjával. A felvidéken született úr kereken 100. születésnapját ünnepli, és ahogy itt szokásban van, a város vezetője Filóni Ferenc Ibolya érkezik hozzá köszöntésre. Azt kívánom tiszta szívből, hogy minden napját kísérje békesség, szeretet, egészség. Józsi bácsi rövid unszolásra elmeséli, nem volt egyszerű az élete. Volt hadifogoly, és szökött meg a kitelepítés elől. Volt olyan időszak, amikor nem volt munkája, mégis, ahogy mondja, a hite átsegítette minden nehézséget. Gondolom, úgy tudom, hogy én nem megyek senkihez kódulni, nem megyek be senki házával, hogy adjon észrehet kenyeret, mert pestiek is szegények voltak nagyon. Volt egy ember, hogy tudod egy tojás venni, milyen boldog volt. No, és mondok, azt nem kaptam. Filóni Ferenc Ibolya polgármester átadta azt az emléklapot, melyet Magyarországon minden szépkorú számára elküld Orbán Viktor miniszterelnök. Emléklap Pécsi József részére 100. születésnapja alkalmából. Ez az emléklap hivatott kifejezni szépkorú polgáraink iránti tiszteletünket és hálánkat. Ebből az ünnepi alkalomból kívánok önnek jó egészséget és további boldog éveket, tisztelettel Orbán Viktor Magyarország miniszterelnöke. Ezt szeretném még átadni, sok szeretettel Józsi bácsinak. Arra a kérdésre, hogy mi a hosszú élet titka, Józsi bácsinak határozott receptje van. Azt üzenem, hogy bízzak a jó Istenbe, tanuljanak és dolgozzanak. És akkor lesz szabad napjuk is, és boldogan tudnak élni. De ha Istenbe nem bíznak, elvesznek. Új csoportszobát avattak a bonyhádi bölcsödében, és ezzel 12-vel nőtt a férőhelyek száma. Azonban ezt a már várólistán szereplő gyerekek be is töltötték. A bővítés miatt két új gondozót is felvettek a csapatba. Most a Mici Mackó, a Vuk, a Nyuszi és a Kisvakon csoportban összesen 48 gyerek járhat. Yeah.
Jelenleg két kisgyermek beszoktatása zajlik a Bonyhádi bölcsöde legújabb csoportszobájában. A völgységi városban akkora igény van a szolgáltatásra, hogy sokan várólistára kerültek. Intézményvezetőnk felé jeleztem, hogy a korábbi évekhez képest a várólistán sokkal több gyerek van, és onnan ő a fenntartó felé ezt jelezte, és egy nagyon gyors döntés született, és ennek kapcsán elindulhattunk egy új bölcsődei csoportnak a létrehozásában. Január közepén jeleztem én, hogy már 8-an vannak, akiket el kellett utasítanom. Kiderült, hogy a vezetőnknél is már jelentkeztek telefonon, tehát már egy kis csapat összegyűlt, és ez egy jó egy hónap, másfél hónap. Tehát ez egy nagyon-nagyon rövid idő, és így összehozni, hát sikerült. Sikerült. Tehát ez egy, ad egyfajta pozitívumot, hogy érdemes valamiért küzdeni, oda tenni, mert megvan az eredménye, és létrehozható. A tornaszobaként működő termet alakították át, és így 12 fővel növelték a bölcsőde férőhelyeinek számát, azonban nem tartottak sokáig a szabad helyek. Két gyermek megvan már. A beszoktatás az folyamatos, egy gondozom, hogy két gyermeket szoktat be egy alkalommal, egy hét alatt. A Covid miatt most a beszoktatás rövidebb időtartamú, de természetesen figyelembe vesszük a gyereknek az igényét, hogyha ő neki ez kevés, akkor ezt meg tudjuk hosszabbítani. És így áprilisra elmondható, hogy a 12 gyermek itt lesz már az intézményünkben. És úgy érzem, hogy egy olyan csapat van, lelkes csapat van itt, akik a gyerekekért vannak, egy nagyon szeretetteljes érzelmi biztonságot nyújtó közeget tudunk a gyerekek számára nyújtani. Hatalmas udvarral rendelkezünk, szép családias környezetben, és én azt gondolom, hogy az, hogy ebben a járványügyi helyzetben bővülhet egy bölcsöde, 12 taggal gyermeket tudunk felvenni, tehát dolgozó szülők gyerekeinek tudunk segíteni, és két új dolgozót is tudunk felvenni, illetve a fenntartó által két új dolgozó került a csapatba. Hat év alatt nem csak megújult és korszerűbbé vált a létesítmény, de a bölcsőde férőhelyeinek száma is megduplázódott. 2015-től itt egy hatalmas változás történt az intézményben. Akkor még csak 24 kisgyermekkel látását biztosítottuk, és 2017-es felújítást követően még ez bővült 12-vel, és most meg már ez a 12, 24, és most már 48 kisgyermek van nálunk. Úgyhogy úgy érzem, hogy szükség van a munkánkra, és valahol ez a kisgyermeknevelői presztízst is, én úgy gondolom, hogy növeli, hogy létezünk, elfogadnak a szülők, és bíznak bennünk, és rámerik bízni a életük gyümölcsét. És ennek nagyon hálásak vagyunk, köszönjük. Megzsírozom, megfajazom, kinyújtom, kis videófilmekkel népszerűsíti az intézményben folyó munkát a Bartók Béla Zeneiskola. Mivel most nem lehet a megszokott hangszerbemutatókat és nyílt napokat megszervezni, így módon mutatják be az iskolát. Az intézményben szinte majd minden hangszer mesterfogásai megtanulhatóak. Bartók Béla zeneiskolában, itt Bonyhádon, Ányos Andrea tanárnővel tanítjuk a szolfést, zeneelméletet, zeneirodalmat. Mi vagyunk azok, akik elsőként találkozunk a gyerekekkel. Itt kezdődik a zenei tanulásuk, zenei pályafutásuk. Amit az imént láttak, egy részlet abból a kis filmsorozatból, melyet a Bartók Béla zeneiskola készített.
a filmeket heti rendszerességgel teszik majd fel a legnagyobb közösségi oldalra. Ezzel szeretnénk népszerűsíteni az iskolát, és az összes tanszak bemutatkozik. Keddenként egy olyan videó lesz mindig fent, amilyen komolyabb, hogyha zenészek, akkor ebben a szép hangversenytermünkben előadnak egy darabot az ügyes diákjaink. Péntekenként pedig egy élményszerűbb, egy viccesebb, egy mókásabb videó lesz, amiben megjelennek a tanárok is, és diákok is, és ott bemutatjuk az adott tanszakot. Az ötlet abból a feltevésből indult, mondja Bérces Emese, hogy folyamatosan népszerűsíteni kell az iskolát. Bár a zeneiskoláról mindenki tud, arról, hogy abban milyen munka zajlik, vélhetően kevesebben. Sokan azt hiszik, hogy ez is egy ilyen nagyon komoly iskola, persze komoly iskola, de hogyha gyerekközpontú egy iskola, akkor a miénk az mindenképpen az. A zeneművészeti képzésen egyénileg foglalkozunk a gyerekkel, és ott tényleg van idő arra, hogy velük foglalkozunk, hogy ő hogy nyúl a hangszerhez, de tényleg vele foglalkozunk, és a gyerekek nagyon-nagyon szeretik. A modern tánc részben is ott is a mozgás, az is nagyon fontos szerintem. A művészeti iskolában a néptánc tagozatunk is, ott ugye a hagyományőrzés is a mozgás mellett nagyon fontos, és a grafika is olyan gyönyörű képeket csinálnak a gyerekek, és nagyon élvezik, rengeteg pályázatuk van. Tehát hogy bemutassuk, hogy ez egy nagyon jó iskola. Az iskolában a zongora mellett számos más hangszert is lehet tanulni. De külön van népzenei tanszék is, sőt olyan hangszereken is lehet gyakorolni, melyeket a könnyű zenében használnak inkább. Akinek pedig énekelni van kedve, arra is van lehetőség, igaz, itt érdemes megvárni azt az időt, amikor túl vannak a mutáláson, mondja Bérces Emese. Ebben a járványhelyzetben mindig vártuk azt, hogy a második hullám, most már a harmadik hullámban vagyunk benne, hogy hát, ha tudunk nyitni, hát, ha tudunk nyílt napokat tartani, mert minden évben van a tánctagozaton is nyílt nap, és nálunk is hangszerbemutatók is vannak. Hát én mindig bízom abban, hogy hát, ha lehet még hangszerbemutatót tartani, mert az óvodásoknak és az általános iskola első két év folyamában járó gyerekek szeretnék megismertetni a hangszerekkel, de nem biztos, hogy eljutnak ide, nem biztos, hogy be tudnak menni egy órára megnézni, mert hát ugye a járványhelyzet nem engedi. Viszont így, ezzel a néhány perces videóval így az összes tanszakkal, az összes hangszerrel megismerkedik, és hát ha beleszeret, és reméljük, hogy tényleg beleszeretnek sokan. A bemutatkozó videók június elejéig folyamatosan kerülnek majd fel a világhálóra. Akinek pedig ezek alapján kedve van a zeneiskolába járni, a nyári szünetig be is iratkozhat. Mára az okostelefonok elterjedésével mindenki fotóssá vált, de az igazi minőségbeni különbség egy-egy fotópályázat kapcsán jelenik meg igazán. A Bonyhádi Fotóklub vezetőjének, Riczel Zoltánnak képei eddig is ismertek voltak szerte az országban. A Börzsönyben élő fotós néhány évvel ezelőtt a Magyar Sajtófotó pályázaton természet- és tudománysorozat fotó kategóriában a második díjat szerezte meg, Reggeli ablakbalett című alkotásával. Azt hiszem, hogy a viszonyom a természettel a legjobb. Gyanítom, hogy sokkal jobb, mint az emberekkel. De hát ez gondolom abból adódik, hogy én a kicsi gyerekkoromtól kezdve itt éltem Börzsönybe. És amikor ugye nagyobb lettem iskolás, és már Bonyhádra költöztünk, akkor is rendszeresen visszajártam, van itt egy tanyánk Börzsönyben. És azt a tanyát azóta is használom, és felújítottam, és az az egyik madárlesem. Tehát úgy építettem ki, hogy tükörüvegen keresztül tudok madarakat fényképezni. Van egy ittatóm, etetőm, és hát az ominózus sorozat, a rigós fotó is ezen a tanyán készült az ablakban. Ez a rigó, ennek az a története, hogy ez a tanya, amit az imént említettem,
Ezt úgy átalakítottam, hogy ebbe tudok aludni, tehát összkomfortos fürdőszobával. És nagyon sokat kint is alszom a tanyán. És egy reggelen egyszer csak megjelent a Rigó az ablakba. Évekkel ezelőtt volt egy fakopáncs, aki odaült az ablakba. Hát azzal Franciaországban nyertem egy fődíjat egyszer egy madárfotó pályázaton. Tavaly pedig egy Rigó jött, aki hát valószínűleg én tükörüvegen keresztül fényképezett, tehát ez a speciális fotózásra alkalmas tükörüveg. Az egyik ablak szárnyat kicseréltem ilyen tükörüvegre, és valószínűleg ő látja magát a tükörben, és hát védi a territóriumát, és a saját tükörképével harcol. És még nem fordult elé eddig sem, meg az idén sem jött egyetlen fekete rigó se az ablakba, de tavaly ez a fekete rigó, ez ilyen 10-15 alkalommal sikerült megfényképeznem. Úgyhogy én már előre készültem rá, tehát ott aludtam, reggel korán keltem és vártam, mert mindig a hajnali órákban jött. És amikor egy-két képet már csináltam róla, akkor tudtam, hogy ez valami különlegesség. Úgyhogy igyekeztem mindig ott lenni, hát nem mindig jött, de azért sikerült egy jó pár képet csinálni róla, és akkor ebből tudtam egy sorozatot összeállítani. Természetfotózásnak több válfaja van. Ugye az elsődleges módszer, amikor az ember a hátára veti a fényképezőgépet, és elindul, és akkor cserkel, és amit lát, azt lefényképezi. Aztán ugye utána következik, amikor ez már nem elégíti ki az embert annyira, akkor próbál leseket építeni. Ugye lesből sokkal közelebbről tudja fényképezni az ember az állatokat, és hát azt szokták mondani, ha nem jó a képed, akkor nem volt elég közel a témához. Tehát ebben az is benne van, hogy az ember igyekszik egyre közelebb kerülni. És ez ugye azt is feltételezi, hogy az embernek van egy kis természet és állatismerete, hogy is tudok közelebb kerülni hozzájuk. Most összefényképeztem őszi kikericset, amit már évek óta fényképezek, és nem sikerült olyan fotót csinálnom róla, hogy elégedett lennék vele. Pedig hát nagyon szép virág, és ugye ősszel kevés virág virágzik. És most az idén sikerült egy olyan képet csinálnom, ami hát úgy fényképeztem, hogy kék korában, meg éjszaka, tehát háttérben a tejút. És erre, mikor az LCD-n láttam ugye a kész képet, mikor elkészült, akkor azt mondtam, hogy hú, hát ez nem egy rossz fotó. Ez megvan, igen. Én az a típus vagyok, aki ugye nem a hétvégén megyek különböző fizetős helyekre, hanem én egyedül, és nem csoportosan, hanem én egyedül szoktam. És hát ilyen történeteket mondjuk tudok mesélni, hogy ugye ahol én leggyakrabban fényképezek, ez a Börzsönyi környék, és Berekalja, ami a Geresdomb, hát ez is már a Geresdombvidékhez tartozik. Hát Berekalja az 2 kilométeres földesút a Cikolyó templomtól. És egy ismerősöm szólt egyszer, hogy jár oda egy róka. És hát körülbelül 20-szor mentem ki, ugye Sorompóig 8 km kocsival, onnan 2 km gyalog. Ilyen őszi-téli időszakban, ugye kocsival nem lehet bemenni. Körülbelül 20-szor voltam kint, hogy lessem a rókát, nem tudom hány kiló csirkelábat, csirkenyakat vittem, még tojást is vettem neki. És ebből 3-szor találkoztam vele, abból egyszer voltak olyanok a fényviszonyok, hogy használható képet tudtam róla csinálni. Tehát ami érdekes ebben, hogy komoly kitartás szükségelteti. Van nekem egy lesem a Hónikpusztán, ahol egy ilyen mocsaras rész van. Hát oda elég nehéz bejutni, tehát egy fél óra, mire az ember ilyen halász ruhába, ugye a tüskés bokrokon, nádon, vízen keresztül bejut a lesbe, és akkor ott órákig kell ülni, mire lehet, hogy jön valami. És hát sokan azt mondják, hogy ők fél óráig nem bírnák. De hát én azt mondom, ez habitus kérdése, mert én, ha beülök a lesbe, én ott nem unatkozom, ugye akkor nem bírja az ember, ha unatkozik. Ott mindig történik valami, tehát ugye hallja az ember a hangokat, abból már következtet, hogy most esetleg jön egy madár, vagy jön valami, vagy zörög a nád, és valami ott koslat, és akkor fölkészülök a dologra. És ugye mindig változnak a fények, azt követni kell, ugye koncentrálni kell. Úgyhogy én azért bírom, mert nem unatkozok a lesbe. Tehát ha én kinülök 4-5 órát,
akkor ugye az ülőgumbóim fáradnak el előbb, mint a türelmem. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!